Én papírból fogok dolgozni. Hát, barátaim, én az igazat megvalva örülök a mostani média törvénynek, ezzel azt hiszem, hogy egyedül vagyok itt. Örülök neki, mert elkezdődött végre a beszélgetés arról, hogy mire is való a média, hogyan is működik az internet korában, hogy milyen állapotban van a magyar sajtó, és hogy hogyan lehetne a negyedik hatalmi ágat jobbá tenni. Őszintén szólva örülök a magánnyugdíj pénztárak államosításának is, mert itt nem csak a magántulajdonról lehet gondolkodnunk, de arról is, hogy érdemes-e az államra bízni a jövőnket. Végül az is kiderül, hogy mire tartjuk az Alkotmánybíróságot, és hogy milyen intézményeket tartunk a köztársaság számára létfontosságúnak. Talán ez a krízis kellett ahhoz, hogy ráébredjünk arra, hogy mi is a magunk felelőssége a demokráciában. Az elmúlt 10-15 évben azt hittem, hogy ha teszem a dolgot tisztességgel és becsülettel, akkor apránként ugyan, de majd minden egyre jobb lesz. Hát nem lett jobb. Várunk Brüsszelre, a Facebookos ismerősökre, várunk a parlamenti ellenzékre, várunk a civil szférára, az Alkotmánybíróságra, a Költségvetési Tanácsra, a harcos autonóm médiára, az internet kollektív bölcsességére, és bíztunk benne, hogy ha probléma van, akkor ezek az erők majd mindent megoldanak helyettünk. Ezek a pofonok kellettek ahhoz, hogy ráébredjünk, a Facebookos haverok csak ígérgetnek, Brüsszel túl messze van, az Alkotmánybíróságot, a médiát, a Költségvetési Tanácsot pedig a szemünk előtt belezték ki, tömték ki szalmával, és tettek gombot a szeme helyére, gondos preparátor kezelni.